Április 2-án boldogon folytatódtak az események. A polgármesteri hivatal előtt a Boldogi Csicsergő óvoda növendékei adtak táncos műsort. A kor szellemében elkalauzolták a közönséget Kossuth Lajos idejébe. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten. Bafi István esperes közös imádságra kérte a jelenlevőket, majd megáldotta a csatába vonuló magyarokat. A Balázst anyám pedig magát a dicső ütközetet mutatták be a korabeli egyenruhát viselő hagyományőrzők. A hadijáték keretében nem csak lovasrohamokat, hanem gyalogsági ütközetet és ágyúlövéseket is láthattak. Az emlékhadjárat több mint 20 éves múltra tekint vissza, azóta játsszák újra a csatákat. Valamikor 1989-ben Jászberényből indult ez a tavaszi emlékhadjárat, legalábbis a hagyományozó része, és később aztán kiterebélyesedett, hiszen Jászfényszaru lett az indulópont, és amikor Jászfényszaru ebbe bekapcsolódott, akkor már elkezdtük a 60-i csatának a Boldogon való lejátszását, és később aztán, amikor Boldog vett át az induló szerepet, akkor véglegesedett ez a csatahely. Püspökiné Nagy Erzsébet Boldog polgármestere köszönetét fejezte ki, hogy idén Hort és 60 is csatlakozott a programhoz, hiszen ennek az egész rendezvénynek a tiszteletadás mellett az összefogás a célja. Ez az összefogás szerintem ott volt a vezetőkben, értem itt 60 város polgármesterét, Szabó Zsolt urat, illetve Kerek Oszkár urat, Hort község polgármesterét. Azért megemlíteném Győriné dr. Ceglédi Mártát, Jászfényszaru polgármesterasszonyát, hiszen mi már ketten Jászfényszaruval több éve veszünk részt így együtt a csatának a szervezésében. Viszont ami számomra örvendetes, hogy két település csatlakozott ehhez, végül is a 60-i csatáról beszélünk, a dicsőséges 1849-es eseményekről. Ugyanakkor megegyezte, jó látni, hogy egyre népszerűbb a csata, hiszen nem csak hagyományőrzőkből jöttek idén többen, de a közönség számán is látni a növekvő érdeklődést. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Kézdivásárhelyen öntötték az első ágyút Gábor Áron vezetésével. Szabó István a településről érkezett, hogy megnézze, miként zajlottak az események. Nagyon felemelő érzés volt ezen a csatán részt venni, ugyanolyan felemelő érzés, mint nálunk, amikor március 15-ét 90-ben megünnepeltük. Hát egy ilyen csatának az átélése, ez egy életre maradandó élményt hagy maga után. 1849. április 2-án egy sikersorozat kezdődött el 60-nál. A magyarság megtanította a hatalmat arra, hogy félni és tisztelni kell akaratunkat. S bár vereséget szenvedtünk, együttműködésre kényszerítettük a Habsburgokat.